A megye, a város, a legnagyobb karitatív szervezetek és a rendőrség helyi vezetői ültek össze, hogy összehangolják a megye menekült helyzettel kapcsolatos feladatait. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint Lengyelország után Magyarországra érkezik a legtöbb menekült, ezért van szükség a feladatok összehangolására. A város, a megye és a kormány vezetői egyeztettek az országban működő segélyszervezetek és a rendőrség helyi vezetőivel. A cél, hogy összehangolják a Magyarországra érkező háborús menekültek ellátását. Mindenki felkészült a feladatra, és a mostani megbeszélésen pedig megbeszéltük azokat az együttműködési kereteket, amelyet a megyében működő karitatív szervezetek révén ugye ezt az összefogást ki tudjuk bővíteni. A kormány által indított Híd Kárpátaljáért segélyakció koordinálja a segélyszervezetek munkáját, és állami forrásokkal is hozzájárul a segítségnyújtáshoz. Soltész Miklós, az akcióért felelős államtitkár szerint Lengyelország után hazánkban érkezik a legtöbb menekült Ukrajnából. Ahogy a határmenti településeken, úgy Miskolcon is segélypontot alakítanak ki. Azok a esetlegesen érkező menekültek, akik már nem a katasztrófa védelmnek a keretében érkeznek ide, ott mindenképp segítséget kaphatnak élelemben, segítséget kaphatnak pihenésben, és segítséget kaphatnak adott esetben olyan közigazgatási dolgokban, amelyekre szükség lehet a következő napokban, illetve hetekben. Az államtitkár szerint bárki segíthet a menekülteknek. Aki pénzt szeretne adományozni, a 1357-es telefonszámra SMS-ben, vagy hívással, vagy a Híd Kárpátaljáért számlaszámra utalva tud, de tartós élelmiszert is szívesen fogadnak.